Üdvözlet, kedves féperek és nézők! A mai videóban pár kérdés megválaszolásában szeretnék segíteni, amik az alábbiak. Hogyan keverem a likvidet, hogyan keverjünk likvidet, miként keverjem a likvidet, stb. A legegyszerűbb módszert, amit én használok és tapasztaltam igazából, azt fogom nektek bemutatni. Liquid Hallból vásárolom a dolgokat, nálunk lehet kapni ezt a base-t, ami jelenleg most 100 ml, nullás, 0 mg-os és 70-30 VG-PG arányú. 70-30 a kedvenc arányom, én azt javaslom mindenkinek, ugye, hogyha VG-érzékeny az illető, akkor már azt használja természetesen. Szóval ez az egyszerű módszer, ez annyiból áll, hogy megpróbáltok venni egy olyan aroma koncentrátumot, ami ajánlásom szerint lehet Revolut, Big Mouth, Super Vape, Full Moon, és T-Juice is nagyon finom, esetleg a Vampire Vape-et is nagyon szívesen ajánlom, ezek mind nagyon finomakat gyártanak. Én jelen esetben Revolutot használtam, egy umami keverék, ami bogyós gyümölcs, ánizs is ment a ötvözete, az utóbbi két íz ugye gyengébben van benne. Szóval a módszer az egyszerű. Lecsavartuk a tetejét, ugye nekem az be van keverve, lecsavarjuk a tetejét. Ennek is az unikornist eltávolítjuk róla, és beleöntjük az alaplébe, ugye az aroma koncentrátumot. Már sajnos nem műanyagba kell megmelegíteni, mert műanyagból kioldódhatnak anyagok, amik ronthatják a likvidum minőségét, szóval ajánlom egy üvegbe megmelegíteni, vagy valami másba. Szóval én műanyagba melegítettem, hál' Istennek balesetem még nem származott belőle, de megpróbálok én is beszerezni egy üveg flaskát. Szóval meg 5, tehát berakjuk a mikróba, 5 kötőjel 10 másodpercig kell melegítenünk, langyosítanunk, ne melegedjen fel, langyos legyen. Meglangyosodott, összerázzuk, ha akarjuk berakjuk a hűtőbe, ha nem, nem, megvárjuk, míg kihűl, és lehet is használni. Ugye, tulajdonképpen 70-30 arányban van bekeverve, mutatom milyen gőz lehet ezzel az arányjal, ezzel a keverési módszerrel elérni. Elif iPower 80 wattos mod, 20 watton használom, egy Kangartech Subtank Pro-val, és a 0,5 ohmos fej van benne, 20 watton. Ugyebár egy kellemes íz, szerintem tökéletes, én mindig meg voltam elégedve, ha picit több arányba volt írva a keverés, ha picit több arányba volt ajánlva a keverés, ha kevesebbe. Én nekem ez a 10%, ez egy aranyszám, ez nekem mindig tökéletesen megfelelt. Nagyon szívesen ajánlom ezt, aki csak egyszerűsíteni szeretne, tehát nem akar ilyen labormérnökösködni, hogy akkor most külön a nikotint, külön a VG-t, külön a PG-t, meg külön az aromát most beleméregettem, hanem egyszerűsítve meg akarja oldani, annak nagyon szívesen ajánlom ezt a taktikát. Nem muszáj ezt használni, én így használom, nem volt belőle még gondom eddig, hál' Istennek. Úgyhogy most köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottak, örülök, hogyha segíthettem valakinek, esetleg valakinek segítettem a döntésében, vagy hasonló. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!